Németh Erzsébet fővárosi DK képviselő a vendégünk. Jó reggelt kívánok, aki azzal került a reflektorfénybe tegnap, hogy ön az újabb hölgy, aki Tarlós István megpróbált megalázni, de azért az ügynek ennél érdemibb részei is vannak. Essünk túl azon, hogy miért mondta a főpolgármester azt, hogy amit ön állít, az maga a sötétség arról, hogy kivették volna az irányítást az ő kezéből a fővárosban. Hát főpolgármester úrnak van egy sajátos stílusa, vagy ilyen finoman fogalmazzak. Azt gondolom, hogy akkor, amikor nincsenek érvek, akkor jön elő belőle ez a sértegetős énje. Ez megnyilvánul a közgyűlésben is, de akkor ezek szerint a sajtóban sem fogja vissza magát. De én nem szeretnék ezzel foglalkozni. Ha a főpolgármester úr stílusát értékelni az ellenzék, akkor semmi más dolgunk nem lenne, mint hogy ezzel foglalkozzunk. Ezért mondtam, hogy van ennek tartalmi érdemi része is ennek a vitának. Ugye ön azt állítja, hogy kiemelt kormányzati beruházását tesznek olyan budapesti fejlesztéseket, amelyekről a fővárosnak kellene döntenie, és ebből kifolyólag nem fognak rálátni önök sem a közgyűlésben, meg a nyilvánosság, hogy ott mi történik. Most Tarlós István azt mondta erre reagálva, azon kívül, hogy önt nem gondolta soha, hogy az akadémia tiszteletbeli tagjaként köszöntheti majd meg sok ilyen sértegetésen kívül, hogy nem igaz, amit ön mond, vagy ugye ő azt mondta, hogy halandzsál, de tényleg a stílust tegyük félre, mert hogy egyáltalán nincsen szó arról, hogy ezeknek a projekteknek a felügyeletét átvenné az állam. Mert hogy én nem is állítottam ezt. Tehát azt javaslom, hogy főpolgármester úr, vagy az, aki ezt a sajtóközleményt fogalmazta, az még a jobbik eset, hogyha főpolgármester úr nevében adták ki csak ezt a sajtóközleményt, és ő erről tulajdonképpen nem is tud. Főpolgármester úr nevében is ilyen stílusban adnak ki? Ne, azt én nem állítom, de most ugye azt mondtuk, hogy most már tartalmi részről beszélünk. Ez a törvényjavaslat, amit Gulyás Gergely, az országgyűlés törvényhozásért felelős alelnöke beadott, ez arról szól, hogy egyszerűsítik, és tulajdonképpen ugyanolyan szabályok mögé és mellé helyezik ezt a két beruházást, a hármas metró felújítást, illetve az Óbudai gátat, mint ami egyébként a kiemelt kormányzati beruházásokra vonatkozik. Azt senki nem állította, és szerintem a főpolgármester úr sem gondolja másképp, hogy én ezt állítottam volna, hogy ezeket a beruházásokat nem a főváros végzi, ezeket a főváros végzi. Csak teljesen más szabályok alapján, könnyített, egyszerűsített szabályok alapján, aminek az a vége, hogy kizárják a nyilvánosságot, bizonyos esetben a fővárosi közgyűlést is ezeknek a döntéseknek a meghozatalából, és én erre mondtam azt, hogy mivel mind a két ügyben, a hármas metró felújítása, illetve az Óbudai gát ügyében 5 éve nem történik semmi, ezért gondolhatta úgy az országos Fidesz, hogy most már itt az idő, hogy tegyünk valamit, és ezt a teszet osz a városvezetést egy kicsikét sarkaljuk és ösztönözzük arra, hogy meglegyenek ezek a beruházások. Tehát akkor arról van szó, mert ezt is mondta ön a eredeti nyilatkozatában, hogy a kormány rá akarja tenni a kezét ezekre a budapesti pénzekre, meg a kormányzathoz közeli üzleti körök, vagy arról van szó, hogy Budapest és a főpolgármester itt valamit elbénázott, hogy magyarul beszéljünk, és a kormány azt mondja, hogy na jó, hát akkor most már csinálok valamit, hogy történjen is valami. Az, hogy a városi elbénázott valamit, az igaz. Jelen pillanatban az Óbudai gát ügyében újra kellett ismételni ezt a tervpályázatot, mert hogy a főváros kivonult ebből az egészből, visszavonta az engedélyeztetési eljárást. Ez eddig 66 millió forintjába került a kedves adófizetőknek, illetve a hármas metró felújításánál is azt látjuk, hogy húzzák, nyúzzák, mint a rétes tésztát. Nem tudom, hogy az van-e mögötte, hogy nincs egy olyan szakmai apparátus, aki ezeket jól előkészítse, de azért az több, mint furcsa, hogy ennyi ideig például magának a gátnak a megtervezéséig sem sikerült eljutni. Hát igen, csak hogyha ön azt feltételezi, és más beszélgetéseinkben, más projektekről is ezt feltételezte, hogy itt alapvetően pénzéhez üzleti körökről van szó, akik hozzá akarnak jutni a főváros pénzeihez, akkor nem hatékonyabban tennék ezt? Hát nézze azt, hogy például ezt a két beruházást, és több mint 200 milliárd forintról beszélünk a két beruházás esetében, ennek a beszerzési szabályait ez alapján a törvényi felhatalmazás alapján a kormányrendeletben fogja megállapítani. Nem kell egy csomó olyasmit elvégezni az Óbudai gát megépítése kapcsán, amiben a környezetvédők, a civilek, a lakosság bele tudna ebbe szólni. Úgy fogalmaz a törvény, hogy településképi véleményezési eljárásnak nincs helye.
nem kell építészeti műszaki tervtanácsi véleményt figyelembe venni. Az összes az engedélyeztetés és a beruházás hatósági ügyintézésében lévő határidőket 15 napra, illetve 5 napra leszállítják. Ez azt jelenti, hogy ha pénteken valami kiderül a nyilvánosság számára, akkor következő héten keddig van mód arra, hogy erre fellebbezést vagy bármilyen ellenvéleményt beadjanak, ami nem állítja meg a beruházásoknak a folytatását és a beruházásnak az elvégzését. Tehát az én értelmezésemben egy olyan felgyorsításról van szó, és egy olyan egyszerűsítésről, amiben nem biztosított a nyilvánosságnak a részvétele, és nem lehetünk abban biztosan, hogy hogyan költik el ezeket a pénzeket. Ugye ön azt feltételezi, hogy mindez Tarlós István ellenére és ellenében történik, azért, mert ő elveszítette a bizalmat, és erre látja a bizonyítékát, vagy ebben abban látja erre a bizonyítékot, hogy az érintett törvénytervezetet sem a főváros és Tarlós István kezdeményezte, hanem Gulyás Gergelyhez kötődik. Tarlós István viszont azt állítja, hogy ő maga kérte ezt a törvénytervezetet, és Gulyás Gergely csupán megszövegezte az önkormányzat munkatársaival együtt. Hát nem tudom, hogy a kamera ide tud egy pillanatra nézni, de itt van ez a kísérő lévél, amiben ez a 4 képviselő benyújtotta a törvényt. A dolog az ugye arról szól, hogy Gulyás Gergely neve van teljesen szabályosan aláírva, még egy fővárosi képviselő Vas Imre, akinek a nevét hibásan írták, és ugye azt is utána javítani kellett, írta alá ezt a javaslatot, illetve 2 fővárosi képviselő, akiknek már arra sem volt idejük, hogy a nevüket oda gépeljék, hanem csak gyorsan az aláírás után odaírták, hogy ők a Fidesz-KDNP-nek az országgyűlési képviselői. Én azt nem állítottam, hogy ebben nincsen egyeztetés, lehet, hogy volt egyeztetés, de hogy ez több, mint furcsa, hogy a mostani ülésszak vége előtt néhány nappal megszületik egy olyan rendelet, ami ezt a 2 beruházást, ami mondom több mint 200 milliárd forintról szól, ezt az eddigi eljárási rendből egyszerűen kiemelik, felgyorsítják, egyszerűsítik, és ezáltal a nyilvánosságot, a szakmát, a környezetvédőket kizárják ebből. Az Óbudai gát esetében nincs még eldöntve, hogy hol, tehát melyik nyomvonalon, milyen típusú gát, milyen módon fog megépülni. Na ehhez nem lesz semmi köze sem az ott lakóknak, sem a környezetvédőknek, sem a civileknek, és nem tudom, hogy a fővárosi közgyűlésnek mennyi beleszólása marad ebbe. Ugyanis minden szabályt kormányrendeletben fognak egyszerűsített módon meghatározni. Jogos azt hiszem az a felvetés, hogy ennek a 200 vagy több mint 200 milliárd forint elköltésére nem nagyon lesz módja a fővárosi közgyűlésnek, hogy rálásson. Hogyha azt feltételez, hogy egy csanda szándékok vannak minden mögött, és valahogy ezeket a pénzeket átláthatatlanul tendenciózusan akarják elkölteni, akkor mivel magyaráz, hogy korábban, amikor Tarlós István kezében volt ez a gyeplő, akkor ugyanezek a csanda szándékok nem érvényesültek. Ezek szerint Tarlós István főpolgármesterként mégiscsak küzd az önök által feltételezett csoportokkal szemben? Mind a 2 beruházás, ugye a 3-as metró az picit előrébb tart, most kerül abba a fázisba, amikor az érdeklődésre számot tarthat, és az érdeklődést kiválthatja különböző közbeszerzésen indulok között. Nagyon kíváncsi vagyok arra, hogy a 3-as metró jármű felújítási tendere az hogyan fog zajlani. Ugye az már nyilvánosságra került, hogy 2 pályázó van, egyiküknek sem sikerült, vagy az egyikük az nagyon közel van a 60 milliárdos beruházási költséghez, ami az engedélyokiratban szerepel. Nagyon kíváncsi vagyok, hogy ott például ki fog nyerni. Nekem van egy olyan feltételezésem, hogy akkor, amikor miniszterelnök úr kint járt Moszkvában, akkor ott a 3-as metró felújításáról is valamiféle megállapodás születhetett. Kíváncsian várom, hogy fogják kihozni ezt a felett győztesnek. És ezt vajon egy ilyen törvénymódosítás nélkül a fővároson, hogy nem tudhatták volna ugyanúgy átnyomni, amikor Tarlós István mégiscsak a Fidesz főpolgármestere a közgyűlésben pedig többségük van? Ezt nem tudom, tehát azért ugye mindenbe, de ellenzéki képviselő sem láthat bele, vagy nem tud belátni, sőt, egyre inkább meg van nehezítve az, hogy az ellenzéki képviselők információkhoz jussanak. Azzal, hogy tulajdonképpen nagyon sok közműcégnek, közszolgáltató cégnek az ügyei nem kerülnek a fővárosi közgyűlés elé, mert ugye van ez a városigazgatóság, amit tavaly decemberben hozott létre a közgyűlés, ezért ebben nem lehet ennyire belelátni. Az első kérdés az az lesz, hogy ki nyeri majd a 3-as metró jármű felújítási tenderét. Ha ezt az én sejtéseim szerint az orosz fél fogja, az orosz pályázó fogja nyerni, akkor ez egy újabb elgondolkodásra ad lehetőséget. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, én is. Viszontlátásra.